Akkor kannát vegyük már onnan ki, nem? Kannát vegyük ki innen, jó? Vegyük ki innen, hát az arja a nézőket, mert ezt már úgyis benne fogom hagyni. Szóval az elézet, hogy... fordítva megy. Micsoda? Semmi már működik. Jaj. De hát igazániból itt a házban szinte már mindenhol LED világítás van, kivéve a gyerekszobát, bár ott is már megvan a lámpa, csak az elmúlt pár évben még nem jutottam el odáig, hogy felszereljük. A többi helyen mindenhol LED van, nem feltétlenül anyagi megtakarítás okából, mert a villanyszámlánk, ami közel 12 000 forint, az inkább a mélykuti szivattyú, házi vízmű, villanyboiler, villanytűzhely, Szent Háromságból el össze, a világítás a legkisebb tétel, egy kivételeink. Vannak még itt bent az épületben, és jó lenne, azt mutatnád végre, hát... amire mutogatok. Ezek a halogén lámpáink, talán ezt a lámpasort az IKEA-ból buggantottam annak idején. Amivel épp vagy. És az a helyzet, hogy kiégett. Tehát innen kiégett ez a halogén égő, vagyis hát szóval, hogy izzó, ugye, hogy szakszerűek legyünk. Ez egy halogén izzó, én nagyon szeretem egyébként a halogénnek a fényét, és lementem Süli Pistékhez a mezőgazdasági boltba, a Farmer Centerbe, ahol is választhattam, hogy 360 forintért ilyen halogén izzót szerzek be, vagy 590 forintért LED izzó helyett, ugye, ő emitálja a fényt, úgyhogy ő nem izzó, úgyhogy akkor egyszerűség kedvéért mondjuk az parasztosan, hogy égő! Itten van a két égő, a halogén égő, meg a LED égő. Kinézetre egyformán néz neki, ugye ez 35 watt, ez pedig papírforma szerint 5 watt, 400 lumen. Jaj, nem no, hát az a helyzet, hogy egyet én már cseréltem egy ilyet, és nekem ez egy picikét gyengébbnek is tűnt, mint a halogén, úgyhogy éppen ezért most empirikus vizsgálattal a két égőt össze fogjuk hasonlítani. Gyűjjünk, mutatom, miről van szó. Természetesen nem vagyunk egy fénytechnikai labor, úgyhogy nagyon amatőr módszerekkel fogunk dolgozni, de igyekszünk azért valamennyire picikét egyértelművé tenni a két égő adatait. Az egyik dolog, hogy ugye egy ilyen egyszerű lakatfogóval fogunk mérni egy fogyasztást, hát ugye ez lakatfogó áramerősségként nem túl pontos ilyen kis áramoknál, a legkisebb mérés határ 20 amper, úgyhogy halvány pontos értéket nem várunk, de nagyjából az arány látható, hogy tényleg jelentősen kisebb a fogyasztása, reményeink szerint igen. Aztán elforgatok ott majd mindjárt mindent, és a falra vetítünk egy képet. Hát de az ágyat el kell forgatni, és falra vetítünk egy képet. De hát fölé is tudunk, nem? Nem tudunk fölé vetíteni képet, nem itatkozzál már, leszarom, hogy kosz van, mondjad hangosabban. A első körben készítünk a fényképpel egy képet a vetített képről, ezzel lehet manuális white balance-ot beállítani. A halogént fogjuk mintának tekinteni, csak nem ezt, amelyik már kiégett, hanem egy másikat onnan kiszedünk. Őhozzáállítunk egy fehér egyensúlyt, és megnézzük, hogy ahhoz képest a LED az vajon melegebb vagy hidegebb, illetve egyáltalán milyen vetített képet vetít. Ugyanazon a fix helyen fogjuk elkészíteni mindkettővel a fotót, és majd lesz összehasonlítás. Reményeink szerint valami látható fénykarima lesz, úgyhogy le fogjuk mérni az átmérőjét ezeknek. Bocsánat, azért forgok itt, mert azok a lámpák ilyen csíkot húznak így a képbe, az baj. Most már mindegy. Nehogy utána halljam én azt, hogy... De utána fogod hallani, ne aggódjál. Jó. És ugye a legutolsó lépés, vagy hogy mondjam, nem biztos, hogy legutolsó, baj, valahogy, hogy összejön. Telefonra föltelepítettünk egy fénymérő alkalmazást. Hát természetesen ez sem egy hitelesített alkalmazás, de arányéban látni fogjuk, hogy mondjuk az egyikkel ennyit mér, a másikkal annyit mér, akkor feltehetően a fények egymáshoz képest hogyan állnak. Na, én először most szétbombázok ott mindent, előbukkanak a porcicák, és akkor előkészítünk mindent a munkálathoz. Jó kis új porszívóval fel kéne porszívózni. No, még egy kicsit meleg, mert most vettük le a lámpából. Ó, de rohadt forró! Baszod! Ez na jó. Szóval, rágányoltam a vezetékeket, itt látható, kicsit megégett a kezem, mert még mindig forró. Először is a lakatfogót, azt ugye akkor 20 amperes, ez a legkisebb mérés határa beállítottuk, tehát valami közelítő értéket fogunk csak látni a fogyasztásban. Helyezik feszültség alá, világít, mint a rohadalom. Az látszik, hogy jóval közelebb kell majd húzni a fényméréshez, de az áraméréshez tök mindegy, hogy hol vagyunk. Gyakorlatilag ez 0,12 ampert mér.
Úgy se fog látszódni. Hát valami látszódik. 0,12 ampert mérünk. 0,12 ampert mértünk, ugye ez 230 volt. Hát ez gyakorlatilag ugye akkor 23 watt, meg még 2x2,3, 4,6. Hát ilyen 28 wattra méri, ez nagyságrendileg belefér abba a pontatlanságba a 35 és a 28. Tehát kb. Ez ott van a fogyasztásban, amit ígérnek. Mindenképpen költözünk előrébb, mert az látszorog, hogy az a fénycsó az nem lesz elég. Hát ő az etalon, ugyanilyen fog kerülni majd a LED is. Na, szerintem itt azért elég látható lesz, hogy hol van ennek a fénynek a központja. Nem akarok túl közel se kerülni, vagy túl távol sem. Mint egyébként kettő darab kör lenne egymás mellett. Ez az a pont, amikor én elsötétítek a házban, és iparkodjok gyorsnak lenni azért, hogy ne égessünk lyukat a műanyagba. És hát mérjük le, hogy nagyságrendileg az erős fény, tehát állapodjunk meg abból, hogy ahol erősebb fényt látunk, az kávé ez, nem? Ugye? Hát, ja, még egy kicsit. Átmérőbe. Hát ez durván 50 centi. Én azt gondolom, hogy ez durván 50 centi. És akkor most a fényképezőgéppel előkészülök. Fehér egyensúlyt azt beállítottuk erre manuálisan, és most ő számít nekünk fehérnek. Amennyire lehet, hát lámpa égő ne legyen benne, így kizummolok, és akkor 1/30-al, 400-as ISO-val és 3,6-os blendével próbálunk egy képet készíteni. Nézzük meg, milyen lett. Ilyen lett a képe ennek. Egy picikét rövidítem a záridőt, hogy ne legyen annyira virágos. Jó, ezen nagyjából látszódni fognak a fényviszonyok. Akkor végül is 1/60-nal, 5,1-es blendével, 400-as ISO-val csináltunk egy képet, erre csinálva a fehér egyensúly. És akkor most mérek egy kicsi fényt itt a közepén, hogy mit mond, hogy hány luxot látunk itt kb. Itt a legnagyobb értéket fogjuk megkeresni. Ez ilyen 178-180. Erre már csökken. Kicsit vicc följebb. Ott. Arra is csökken. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt a fénysugáron belül a legnagyobb érték az a 178 volt. Nem, még volt 180 valahány is. Jó, higgyük el, akkor én nem találkozom vele. 170. Láttátok, ezek az értékek vannak. Jó, cseréljünk izzót. Ez azért nem meleg ez az izzó, vagyis hát ez a ledégő. Vagyis mit mondtunk, mi lesz a neve ezeknek egységesen? Égő, igen. Égő. Először mérünk egy fogyasztást, ahhoz még igazándiból jó, a könnyebb is súlyra, vigyázni kell, hogy a helyén maradjon. Ahol az előző volt. Aha, egy picit könnyebben mozog. Mindegy, majd beigazítom. Először mérünk egy fogyasztást. Ahol széjjel fúszuk a madzagokat. Húha! Ez jóval szórtabb fénye lesz, ez így ránézésre is úgy tűnik. Mérjünk egy fogyasztást. Gyakorlatilag ez 0,02. 0,2-0,3 között voltunk, az előbb mennyit mértünk? 0,12-t, tehát gyakorlatilag a hatoda a fogyasztása. És ha ezt összehasonlítjuk a 35 wattot az 5 watttal, akkor ugye 6x5 az 35 ki is jön. Tehát 6x5 az 30. Ja igen, 6x5 az 30, jó. Pontatlansága a műszernek, 5-6x-os fogyasztás különbség. Ez mondhatjuk, hogy megvan. Na, hát ez nem olyan meleg, úgyhogy ezt most így kézzel meg tudom igazítgatni. Visszateszem ugyanarra az indulási pontra. Csak ez nagyon könnyen elmozdul. Mert így néhány. Ez ugye jó a könnyebb súlyra. Nincs benne ilyen kerámia. De először is elkészítem a képét a dolognak.
És de mérni szerintem nagyon nem ugyanannál a fehér egyensúlynál járunk. Tehát a színhőmérséklet. Én szerintem ez hidegebb így ránézésre. Ez ilyen kékesebbnek tűnik a fényképezőgépen, de majd a két kép összehasonlítva, meg a két képnek a képe. És hát az látszik, hogy ez messze nem olyan irányított fény. Gyakorlatilag itt nem nagyon tudok karikát mérni. Tehát az a nagy büdös helyzet, hogy... Nincs. Hát igen. De ha van is fényesebb, az egy nagyobb felület, viszont kevésbé fényes. Úgyhogy itt a mérés másik felének nincs értelme, ez jóval szórtabb fényen rendelkezik, és szemmel láthatólag hidegebb ennek a képe. Fénye. Igen. 130, 140 körül van a maximum. Én úgy látom. Ó, 150-et is tudunk mérni. Egy picit akkor is azért kevesebb, mint a másik, ez szemmel látható. De igazániból a hideg fénye miatt annyira nem feltűnően kevesebb. Halogén, LED. Halogén, LED. Halogén, LED. Szóval most megfogjuk, és betesszük ide a helyére, ha beletalálnék. Nem kéne lekapcsolni hozzá? Júj! Ho! Na, hát ez így világít. Itt is azért látható, hogy ez a fele hidegebb. Hát ott nem biztos, hogy a telefon visszaadja, de ez a fele hidegebb, mint ez. Tehát ezek mindenképpen hidegebb fények. De nem állítjuk át egy kicsit máshogy, mert most így oda nézel a lámpára is. Hát ugyanoda tettem, ahol volt. Kisüti a szemed. Pedig nem hiszem, hogy több fényt na, ad, jó, csak hát jobban szólódik a fénye, és idegesítőben, idegesítőben hidegebb a fénye, szerintem. Ez a sarok, ez láthatóan hidegebb fényű. Na, sziasztok!